Református faharangláb. A nyírbátori református templom délnyugati sarka közelében áll hazánk legnagyobb és egyben legrégibb faharangtornya, amelyet a Betlen család emeltetett Betlen Krisztina fejedelem kisasszony emlékére. Készítői erdélyi ácsok voltak. Alapterülete 10x10 méter, magassága meghaladja a 32 métert. A tölgyfából ácsolt torony talpgerendázata 16 osztású gerendarács. Az erre állított 9 oszlop alkotja a torony törzsét, melyet 13 méter magasságban a galéria aljáig érnek. Az erősítéseket minden esetben szögletes fejű faszegekkel végezték. A torony négyzet alaprajzú meredek sisakja 8 szögletű csúcsban, kis kalapban végződik. Erre helyezték fel a toronygombot és a félholdat tartó fémrudat. A sisak 4 sarkán fiatornyok állnak, a torony galériája konzolosan kiugró, alul díszesen faragott fűrészelt melvéd deszkázattal készült. A torony sisak, a törzs és a szoknyarész zsindelyborítású. A toronyban lévő harang súlya is monumentális, 300 kg. A harangot 1640-ben Viert György harangöntő öntötte eperjesen. A harang neve Betlen harang, mely hirdette a két elhunyt gyermek emlékét. Ez a harang Magyarország 10 legerősebb harangja között van számon tartva. Rajta látható a 4 evangélista, Máté, Márk, Lukács és János képe, és egy felirat, mely szerint Betlen Gábor testvére és annak fia Péter öntötték.